Ugye egy cél volt, hogy növeljük az intenzitásunkat, mert a nemzetközi hoki ezt megkívánja, azért is edzettünk többet, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Edzéseken is látszott ez szépen edzésre, hogy tudtunk felfelé menni. És most pedig élveztük az előnyét ennek, mert azt gondolom, hogy sokkal intenzívebbek voltunk, mint az ellenfél. Ennek megfelelően gyorsabban tudtuk elvenni a teret és az időt tőlük, és elvenni a korongot, és újra támadni. Úgyhogy ilyen szempontból tök élvezhető volt, és jó volt nézni, amit csinálunk. Minimálisan készültünk belőlük, annyira csak, hogy ne nézzünk ki bután bizonyos helyzetekben, de nyilván nem mentünk bele nagyon nagy mélységekbe. Az előnyt, hátrányt és a kontrollált helyzeteket, azokat megnéztük, abból felkészítettük a srácokat, és szerintem nagyjából jól is működtek. Viszonylag keveset szorultunk rá arra, hogy védekezzünk, mármint a védekező harmadunkban, mert egészen fönt el tudtuk kezdeni azt, hogy nyomást gyakorlunk, és elfolytjuk őket, elszorítjuk őket egy oldalra, el kell ejteniük a korongot valahova, és mi újra indulunk és megyünk. Amikor a védekező harmadba jöttünk, többé-kevésbé az is oké volt. Egy furcsa, srácok számára furcsa rendszerben játszunk a védekező harmadban, és ez nagyon agresszív, nagyon aktív, ami azt kívánja, hogy nagyon szinkronban legyenek a játékosok, ami nyilván sok gyakorlás és sok tapasztalat, ami egyelőre még nincs benne a mi csapatunkban. Úgyhogy ezen van mit dolgozni, de azt hiszem, hogy ahol tartani lehet ennyi idő után, ott talán tartunk. Elég erős támogató közeg van itt szerintem, akár fiatalnak, akár más újoncnak. Ennek köszönhető az, hogy itt 16 évesek ilyen nagy mellénnyel rohangálnak a jégen. Szerintem ez egy fontos rész, így jó idejönni itt, mindenki megkapja azt, amitől a legjobbját tudja nyújtani, és szerintem ezt láttuk ma is. Nyilván van egy érzelmi része az ügynek, most vagyunk valahol érzelmileg, most adott esetben nyertünk, az A-csoporton lehet, hogy egy nagy győzelemből jövünk, vagy egy óriási küzdelemből, ahol mondjuk egy nálunk sokkal magasabb rangsorolt válogatott adott esetben kikapunk, és ezt az érzelmi részt ezt viszonylag hamar kell tudni elengedni, hiszen egy új mérkőzés kezdődik, ahol semmi jelentőség az előzőnek. Ilyen szempontból el kell engedni a múltat. Viszont én nagyon nem szeretem, amikor azt mondjuk, hogy gyorsan kell elfelejteni, akármi is történt, mert nem ez a feladat, az a feladat, hogy bármi is történt, abból tanulni tudjunk, abból fejlődni tudjunk, 24 órán belül egy jobb válogatott menjen ki a jégre, mint amilyen az előző mérkőzésen volt. És ugye van egy fizikális része is ennek, hogy regenerálódni kell, tehát ennek megfelelően kell tudni pihenni és táplálkozni és folyadékot vinni a szervezetbe ahhoz, hogy ez minél hamarabb újra rajtra kész legyen.